Sziasztok, hellóztok! Üdvözlök mindenkit! Géta Máté elhozta nektek, igaz, nem karácsonyi ajándékként, de Géta Máté elhozta nektek a Grand Theft Auto San Andreas végigjátszásának az első részét. Na fiúk, lányok, sokan kértétek tőlem, hogy játsszam ki ezt a GTA-t. Facebookon is, a bemutatkozó videóm alatt is kértétek egy páran, hogy játsszam ki ezt a játékot, meg hogy mikor lesz ebből végigjátszás, meg hogy 100%-ra fogom megkitolni. A játékot ugye 100%-ra fogom kitolni, már így a legeslegelején ezt így elterveztem. Mindent meg fogunk csinálni, ami kell a 100%-hoz. Elsősorban ugyebár természetesen a főküldetéseket, csinálgatjuk majd a melléküldetéseket is. Lesz majd olyan rész, ami kifejezetten a graffitizésről fog szólni, a lópatkók összegyűjtéséről, a versenyekről, stb. Számításaim szerint így az előző csatornán szerzett tapasztalatok alapján, mivel ott is kijátszottam a játékot videóformájában, ez a végigjátszás, hogyha nem lesz benne olyan túl sok baki, meg túl sok vision failed, akkor az egész körülbelül egy jó 100-120 részes lesz, hogyha így 30 perces részekre fogom osztani. Márpedig 30 perces részekre fogom osztani, mert hosszabb videókat sajnos nem tudok csinálni, mert olyan sok szabadidőm nincsen, mint régebben, mint egy-két évvel ezelőtt. Szóval jóval kevesebb szabadidőm van, és egy bő 30 perces rész, ilyen bő 30 perces részek szerintem tökéletesek, tehát pont hogy jó, tehát ez a pont 30 perc. Tehát nézhető is, végig tudjátok nézni, nem ilyen egy órás részek, mert mit tudom én, mert azt már nagyon kevés ember nézi még. Tehát én azon az állásponton vagyok, hogy egy bő 30 perc az tökéletes. Vagy most mit tudom én, 35 perc, most hogyha 30 percen túl megyek, akkor még az sem probléma, hogyha egy pár perccel túl megyek. Na, nem titok, ez a legnépszerűbb GTA szerintem a mai napig. A játékról gondolom nem kell mesélni, de röviden mondok róla valamit. Paul Johnson, CJ, 5 év után hazatér San Andreas államába, azon belül a szülővárosába, Los Santosba, mert az édesanyját meggyilkolták a rivális Banlas banda tagjai. Mikor a CJ visszatér Los Santosba, látja, hogy teljesen el vannak baszva a dolgok. A Banlas banda irányítja majdnem teljes egészében Los Santost és a Vagos banda, és látja, hogy a bandája, a Grove City családok széteső félben vannak. Lényegében ezekben az időkben a banda nagyon kevés területet irányít Los Santosban, nagyon kevés tagjuk van, a Ballas bandában lényegében sokkal többen vannak, és mint ahogy mondtam, a banda széteső félben van. Így CJ elhatározza, hogy újra talpra állítja a bandáját, hogy Los Santos újra az egyik legerősebb bandájává váljon. Csak közben a játék alatt kiderülnek egyes más dolgok. Kiderülnek árulások és mindenféle finomság a játék alatt. Én azt mondom akkor, hogy játék indítása, új játék, természetesen új játékot kezdünk, és mint ahogy mondtam, 100%-ra fogjuk a játékot kijátszani, tehát mindent meg fogunk benne csinálni, a melléküldetésektől kezdve mindent. Na, új játék. De ezek a nagy retro San Andreas-os betöltőképernyők is, hihetetlen egyébként fiúk, lányok, de én már, vagy már 10 év vagy játszom ezzel a játékkal. Tehát már, ha jól számolom, 14 éve, hogy ismerem ezt a játékot és játszok vele. 14 éve, de lehet, hogy már van 15 éve is.
Hát már most vagyok 20 éves, és 6 évesen ismertem meg a játékot, hogyha úgy jó számolom. Hogyha úgy jó számolom, akkor 14 év. Aj, Isten, ez a betöltő képernyő olyan jó. Állj meg ott! Térdelj le! Jaj, Tempeni! Tempeninek ez a nagy krumpli orra. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Közben, amikor halljátok ugye ezeket a hangokat, csinálom a Steamre a képeket, meg borítóképeket is csinálok. Még ugye úgy csinálom a borítóképet, hogy van egy kamerabeállítás a játékba, és ami tetszik, azt lefotózom. Egy csomó képet csinálok egyébként, és azokból választom ki a borítóképet a videónak. Ott vannak a ballaszosok. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Soha nem volt tiszta. Well, what do we got here? Na lássuk, mi van ott. Ez egy fegyver, Polanski rendőrtiszt, ezzel lőtték le. Ezzel lőttek le egy rendőrtisztet, kevesebb, mint 10 percet. Pendlebury rendőrtisztet, aki hozzáteszem, egy jó ember volt. Nem szarozol, nigger. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See, Hernandez, that is how an experience. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Vagy mert éve nem képviseltük a Grove Street-et, de a ballers le se szarja. Hát egyértelműen a ballers még 5 év után is utál minket. Attól függetlenül, hogy elhattuk Los Santos, vagy San Andreasból is kimentünk, és ott voltunk Liberty City-be. A Ballas ezt barhára leszarja egyébként, tehát ő nem szorozik ezzel, hogy most 5 évig kim voltunk Liberty City-be. Ballas ezzel nem szorozik, tehát ő magasról leszarja, lehetünk kint 10 évig is, akkor is kinyírnak minket, mert utálnak minket, tehát mert a Ballas ellen voltunk akkoriban, ugye, annó. Akkoriban ugye annó a Ballas ellen voltunk, és a Ballas nem felejt. Vagy a Grossz itt se. Közben átállítottam a képernyőmentésnek a gombját, mert Bandicam-ben szoktam a fényképeket csinálni. A Bandicam-et igazándiból csak erre használom, hogy tudjak borítóképet csinálni a videóimnak, meg mit tudom én. Aztán meg a többit megszerkeztem Photoshop-ba, az kész, viszlát. Csókolom. Grove Street. Grove Street otthon. Legalább az volt, mielőtt minden elbaszódott volna. Grove Street otthon, mielőtt minden elbaszódott volna. Ez az ikonikus mondat egyébként. Ez az ikonikus mondat a GTA-ban. Grove Street otthon, mielőtt minden elbaszódott volna. Na, kezdésképpen azt mondom, hogy veszek fel egy kis fegyverzetet. Van itt a háztetőn egy Tech-9-es. És felveszem. Meg valahol itt a kiszáradt csatornában, pont ott valamerre,
van ott egy egy golyóálló mellény. Azt majd később fölveszem, mert az még ráér. Már elmentek most is oda. Hú, a játék elején így nagyon nem szeretem CG-t, de nézzétek, tehát a játék elején CG nagyon gyatra, tehát futni alig tudunk vele, sprintelni nem bír, izomzata szinte alig van. Hát egy kis elhízás van rajta, tisztelet az abszolút a nulla, hát értelemszerűen, mert a grószítet elhagytuk, cserbehagytuk, mikor ugye volt az a nagy bandaháború a Ballas meg a gróvasok között, cserbehagytuk a bandát, úgyhogy hát értelemszerűen nulla a tiszteletünk a grófban. Még talán egy bandatagot se tudok felszedni, ha segítsen nekem. Ha meglátjátok, ugye itt vagyunk a gettóban, szinte egy grófos nem lehet látni, egy-két bandatagot, mivel a grószit ezekben az időkben nagyon meg van gyengülve. Tehát alig van egy pár bandatagja. A ballaszok meg vannak rengetegen, a ballaszosok rengetegen vannak. Na, Big Smoke. DJ-ben feltörnek az emlékek, úgy látom. Simogatja az anyjának a fényképét. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! Rossz házat választották, köcső! You pick a wrong house, fool! Oh my dog, what's up? Hey, baby. Ez a mondatja Big Smoke-nak. Hey, I don't know why this happened, but I promise you. Az a durva, hogy ebből egy mém lett, ebből egy szemadrászos mém lett, ebből a mondatjából. Egy mém, tehát ebből egy mondatjából. You pick a wrong house, fool. But right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Azt hitte, hogy betörők vagyunk. Egyébként hozzáteszem, Big Smoke azért akart minket megtámadni, mert ha hiszitek, ha nem, már ezekben az időkben is kapcsolatban áll a ballasszal. És igazándiból nem CG anyjának kellett volna meghalnia, hanem Sweetnek. Sweetnek kellett volna meghalnia, mert igazándiból Big Smoke felelős az anyánk haláláért. Big Smoke, meg Big Smoke szólt a ballaszosoknak, hogy intézi neked drive-by-t a Johnson ház ellen, és őjék meg Sweetet benne. Azt hitték, hogy And where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them asses. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Tony dot temették el. Little devil is big devil is. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Szóval, visszatérve CG anyának a halálához. Big Smoke. A felelős, Big Smoke a felelős az édesanyánk haláláért. Mert Big Smoke valójában nem CJ anyját akarta megöletni, hanem ugye maga Sweetet. Lényegében azért akarta Sweetet megöletni, mert ugye volt egy ilyen
Még mielőtt kiadták volna a Sam Andreas-t, ilyen, volt ilyen videója, hogy instructions, mi az Isten. Mindegy, lényegében bemutatta a Sam Andreas-t, hogy milyen lesz a grafikája, meg a karaktereket, Big Smoke-ot, Ryder-t, benne volt talán Salvatore Leone is, CJ is, mikor ott kóborolt Liberty City-be, ellopott valami fickótól egy autót. És lényegében Big Smoke ott beszélt abban a videóban, abban a, hát az igazán hogy ilyen prológus videó volt a Sam Andreas-nak, vagy nem tudom mi. Big Smoke ott beszélt Sweet-tel a Grossiten, hogy mi volna, hogyha ők szövetkeznének a Ballasszal és létrehoznának egy ilyen nagy drogbirodalmat. Sweet ebben nem ment bele, mert ő ellenzi a drogokat, miközben Big Smoke arra törekszik, hogy tehát Big Smoke azt az elvet követi. Big Smoke azt az elvet követi, hogy a drogból lehet pénzt csinálni, és abból lehet egy banda nagy kábítószer bizniszből. Sweet ugye ellenezte a drogokat, és Big Smoke-nak nem maradt igazániból más választása, mint hogy megölesse Sweet-et, és hogy átvegye a Grossit felett az irányítást. És utána a Grossitet Big Smoke hozzáadta volna ehhez a ballaszos szövetséghez. És emiatt Big Smoke-nak nem maradt más választása, mint hogy eltegye Sweet-et lábalól. Vagy Sweet-et el kellett tüntetni a térképből, a képből. Vagy Sweet-et el kellett tüntetni a képből. És Ryder is emiatt lett áruló, mert Ryder meg belement ebbe a bizniszbe, a szövetkezzenek a ballasszal. És például most jön utánam ez a ballaszos kocsi, például ez a ballaszos kocsi azért nem lő Big Smoke-ra meg Ryder-re. A ballaszos kocsi például azért nem lő Big Smoke-ra meg Ryder-re. Mert már most az elején szövetkeztek a ballasszal, csak titkolják. És lényegében ezért halt meg CJ édesanyja. Mert a Ballas tévedésből ölte meg, mert a Ballas azt hitte, hogy CJ házában, a Johnson házban Sweet fog tartózkodni, csak Sweet akkor meg nem volt a házban, hanem csak az édesanyjuk. És Sweet helyett az édesanyjuk. És Sweet helyett az édesanyjuk halt meg. És lényegében így kezdődött el az egész GTA San Andreas story. Hogyha nem CJ anyja hal meg, hanem Sweet, akkor CJ vissza se jött volna. CJ akkor vissza se jött volna Los Santosba, azon belül még San Andreas, tehát CJ nem is jött volna vissza Los Santosba, hogyha Sweet hal meg, mert nem is szerzett volna tudomást afelől, hogy meghalt a testvére. CJ nem lett volna itt, ugye Los Santosba, tehát ez alatt meg a Ballas ugye elfoglalta volna az összes grómos területet, stb. Hogyha Sweet halt volna meg így az elején, de CJ-nek az édesanyja halt meg tévedésbe. Az egész csak tévedés volt, tehát a Ballas tévedésből ölte meg CJ-nek az anyját, mert nem az anyjuk volt a célpont, hanem Sweet Johnson. Mert nem ment bele ebbe a Ballas Grossites szövetségbe, ebbe a Ballas Grossites szövetségbe a drogok terén, amit Big Smoke akart megvalósítani, és Big Smoke meg is valósította egyébként az Ölsabre pálya után, hogy a Grossitet Big Smoke hozzáadta a Ballasos szövetséghez. De ugye a Grossit meg ugye nem is maradt fönt, mert a Grove az fel lett oszlatva, és így jutott a Ballas a Grossites területekhez. Ezt sokan nem tudják egyébként, de rengeteg ilyen GTA videós ezt így tudja, és ezt így 100%-osan állítja, hogy ez így volt. Mert meg ez így is van megírva itt a Sam Andreas története, a CJ anyja tévedésből halt meg, és Sweet lett volna igazándiból a célpont. Nem pedig az anyjuk. Na, mentek egyet akkor.
Na, menjünk ki az utcára. Hát most igazániban nagyon kevés pénzem van, de majd teszek róla, hogy már a játék elején milomosok legyünk a játék elején. Mert meg lehet oldani, bemegyünk a fogadóirodába, és volt olyan, hogy összeszedtem 10.000 dollárt a drogdealertől. Nagy nehezen, hát egy pár drogdealert kiírtam, és 10.000 dollárt összeharácsoltam. Utána elmentem a fogadóirodába, és egyből nyertem a fogadóirodába 100.000 dollárt. És már játék elején 100.000 dollárokkal rohangáltam. Seville Boulevard families and Chippewa uh-huh. families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Setrip and Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks mm-hmm. for the heads up. Don't mention it. Szóval lényegében a Seville Boulevard és a Temple Drive családok, ami a Grove Street-hez tartozott, azok kiváltak a Grove Street-ből, és igazándiból egy külön bandát hoztak létre. Szóval ezekben az időkben egyébként a Temple Drive család, amit található, és a Seville Boulevard család, ami meg itt. Lényegében ez a két Grove City frakció, ez a két Grove City banda kivált a Grove-ból, a Grove City családokból, és igazándiból ilyen független bandát hoztak létre, és bármennyire is fura, talán a Temple Drive család, meg a Seville Boulevard család az szövetségben áll a Ballosszal. Erről interneten olvastam egyébként, és én is teljesen meglepődtem róla, hogy ez így van, hogy a Temple Drive család, meg a Seville Boulevard család az szövetségben áll a Ballosszal. Éppen azért, mert ez a két egykori Grove City frakció, a Temple Drive, meg a Seville Boulevard, az támogatja a drogoknak a terjesztését, míg a Grove City családok nem támogatja a drogoknak a terjesztését, és éppen ezért szakadt három részre a banda. Tehát az egyik rész akarta ezt a drogos bizniszt, a másik fél meg nem. A Grove City családok az meg ellenezte úgy, ahogy van, így meg a banda az meg úgy, ahogy van, az szétszakadt, három részre szakadt. És Ez igen érdekes, tehát olyan kompens szerintem a San Andreas-nak a sztoria. Seeing my homie, what's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love, no huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street, you damn? I'm always dead. Let's készítessük meg a tulajt. Jól van. Oké. Let's go, bitch. Kérünk ribanc. Show me how they drive on the East Coast, homie. Na. Mutassam meg, hogy vezettem a keleti parton. Hú, azt nem akar tudni, hogy vezettem. Nem tudom hány autót belevezettem a benzinkútba, hány embert elütöttem. Meg te tényleg, csak véletlenül elütöttem az embereket, meg véletlenül lőttem le őket, véletlenül loptam el az embereknek az autóik. Mondaná el CJ természetesen. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. Jól van, nyilatkozzunk meg, én azt mondom. Valami klassz fizurát csináltassunk. Podrász. Sit down, CJ. Szavasz, öreg! Jelleg, vakad le a mocskot a fejemről. Rövid haj és bajusz. Cézár és szakál. Úgy rövid haj és szakál. Formázott. Kondrov az meg 500 dollár, basszus. Hát ez nekem nem tetszik. Oldalt felgépelt. Lesz oldalt felgépelt. Én is ilyen hajat szoktam hordani, hogy oldalt fel van gépelve. Annyi, hogy nekem már kezd visszanőni a hajam, ennyi probléma van. Jó. Így meg is teszi. Told you he was crazy. Man, you jacked up.
Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean and shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Jó, van lényegében most a pizzás csávó, a pizzériának a tulaja tiszteletlen volt a Grossittel szemben, mivel neki az volt a rossz szándéka, hogy a Grossittes graffitiket, azokat eltüntesse. És ezt is a interneten olvastam egyébként, hogy a pizzás tulajnak az volt a szándéka, az volt a rossz szándéka, hogy hogy a Grossittes graffitiket eltüntesse a Los Santosnak ezen a környékéről, hogy még a Grove-nak a jelét is eltüntesse, hogy valahol ez a banda létezett. És ezzel kivívta a bandának a haragját, és ezzel kiraboljuk a pizzériát. Ezért lesz szó majd a küldetés végén a graffitikről, meg mindenről. Majd újra kell festeni a graffitiket, amiket ez a csávó levakar. Na, együnk valami finomat. Nagy pizza. Enjoy, sir. Tjú, de nincs pénzem. Egy pár drogdillert azért ki kéne írni szerintem, hogy legyen egy kis cashünk. Jó 10 000 dollárt jó volna összevakarni. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Eredeti Balek. Oh, shit. Ajaj. This pizza parlor's ez a pizza szalad nem kis pályás. Get your stupid ass. Aja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 j
Na, gyerünk, szálljunk be Sweet autójába. Menj Sweet el Adlerwoodba. Nem lesz itt valahogy drogdealer? Most drogdealerre vagyok, éjes, tényleg nem azért akarok drogdealert, hogy anyagot vegyek. Hé, hey, tesó, van egy kis heroidod? Porzik a tüdő! Mondanám így az izének, csávónak. Hagyj már egy kis anyagot, tesó! Akció se nem tudod adni! Vagy hogy alkoholista volnák, tényleg én is ezt mondanám. Na, a drogdealernek tudjátok, ezt mondanám, hogy hé, hey, tesó, van egy füvet cigit, porzik a tüdőm! Menj vissza a Sweet kocsiába. Jó van, ezt három graffitit lefújtuk. Hello, biztos úr! Egy kis kóstoló? Ajaj! Ajajajajaj! Fussá! Aja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 j
Na, akkor találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok, további szép napot!